A koronavírus járvány ellenére sem csökken az Európára nehezedő migrációs nyomás. Jelenleg Görögországban a legrosszabb a helyzet, ahol a zsúfolt táborokban elhelyezett migránsok egyre türelmetlenebbek. De feszült a helyzet Boszniában is. A bosnyák biztonsági miniszter szerint távozniuk kell az országból azoknak, akik illegálisan tartózkodnak ott. Tarjodi Titanilla kolléganőmnek adom át a szót, ő folytatja beszélgető partnerével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Balázs, mai első vendégünk pedig Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Magyar határon kevesebb embert fogtak el az elmúlt hetekben, ugyanakkor a szomszédos országokban is, a balkáni útvonalon mi a helyzet? Mert úgy tűnik, hogy ott továbbra is állandó a feszültség. A helyzet úgy áll, hogy az Európába tartó illegális migráció mindhárom fő útvonalán érdekes és jelentős események zajlanak, és előkészületeket is megfigyelhetünk. És az európai politikában is megkezdődött ismételten a migrációval, az illegális bevándorlás, egyáltalán bevándorlással kapcsolatos politikai nézetek vitája és ütközése. Ennek legmarkánsabb jele például a Libe bizottság, az Európai Parlament belügyi bizottságának a tárgyalása és az elnökének a nyilatkozata, amelyik Líbiával foglalkozik kiemelten. Azért említem ezt meg, mert benne vannak ebbe az elképzelésbe a líbiai parti őrség támogatásának felfüggesztése és egy humanitárius folyosó létrehozása, tömegek behozatal Európában, és ezek haladéktalan szétosztása az Európai Unió tagállamai között. Vagyis azt is mondhatnánk, hogy ugyanazok a gondolatok, amelyek 2015 óta a bevándorlási válságot okozták, ezek újra jelen vannak az európai liberális és baloldali politikában, az baloldali politikusok megnyilatkozásaiba, függetlenül attól, hogy milyen negatív, mélyreható tapasztalatokat szerezhetett Európa az elmúlt 5 évben. Ami a balkáni útvonalat illeti, itt a kulcs állam Törökország, ahol az érkezők száma, már mint a Törökországba érkezők száma, az nagy mértékben determinálja később az Európai Unióba tartó balkáni útvonal telítettségét. Itt azt kell hangsúlyoznunk, hogy a jelenlegi helyzetben itt a járvány miatt nagyon komoly, szigorú határellenőrzést vezetett be Törökország. Épp ezért pillanatnyilag csökkent a Törökországba érkező, elsősorban Iránból, Irakból, de mindenek előtt Iránból, Afganisztánból, Pakisztánból érkezők száma. Jelentős 3,8 milliós tömeg várakozik ugyanakkor Törökországban arra, hogy a sorsa hogyan alakul. Ők egy jelentős része Európába szeretne eljutni, ahol jobb megélhetést remélnek annál, mint amit a saját országaikba megszerezhetnek. És hát az is igaz, hogyha Afrika és Ázsia jó néhány országában, de mindenki Afrikában a megélhetés jelentősen nehezedett, élelmiszer hiány lépett fel a járvány következtébe. Ez újabb százezreket és milliókat ösztönözhet arra, hogy a bevándorlás eszközeit felhasználva Európába jussanak, ahol hát a jólét vár rájuk az ő felfogásuk szerint. Az egy megint egy érdekes kérdés, hogy vajon mi szükség van mondjuk például Németországba vagy Olaszországba kelet-európai vendégmunkásokra, amikor nagy számba tartózkodnak ott migránsok, és nem nagyon vesznek részt azokba a feladatokba, amit például a mezőgazdasági munkákban, ahol jelentős munkaerőhiány van. A török helyzetnek egy bonyolító körülménye az, hogy a török politikai vezetés újra kinyilvánította több ízben is, hogy a járvány lecsengése után továbbra is érvényesnek tekintik azt a politikai döntést, amit az elnökük jelentett be, miszerint nyitva van a határuk, és a migránsokat elindítják Európa felé. Ez arra ösztönzi a balkáni útvonal államait, hogy valamilyen módon fölkészüljenek a görög határon a határ erősítését, elsősorban műszaki létesítmények telepítését, Szlovéniában műszaki létesítmények telepítését, Bosznia-Hercegovinában a nem politikai menekültjogra jogosultak haladéktalan kitoloncolására irányuló szándékok is megfigyelhetők. Görögországban mintegy 100 000 vannak, ezek egy kisebb hányada, most már 35-37 000 körül becsülhető
a szigeteken tartózkodók száma, mivel a görög állam folyamatosan szállítja át a kontinentális Görögországba az itt tartózkodókat, igyekeznek ott őket idéglenesen elhelyezni. Nyilvánvaló, hogy az itt lévőknek a jövőjét tekintve a tovább jutás áll az érdeklődésük előterébe, vagyis arra lehet számítani, hogy mihelyest a balkáni útvonalon a migráció élénkülni kezd, ha a járvány miatti szigorú határrezsimet, szigorú belső ellenőrzés, kijárási tilalmakat, korlátozásokat feloldják, vagyis számítanunk kell arra, amit Európa már megtapasztalt 2015 óta, hogy újabb és újabb migráns hullámok indulnak el, illegálisan, jogszabályokat semmibe véve, ismeretlen identitással, azért, hogy jólétet találhassanak Európába. Ez rendkívül bonyolult társadalmi, biztonsági és politikai helyzetet is eredményez az elkövetkező időszakban. Picit még visszatérnék a Libe bizottság kérdésére. Ugye itt Líbiában azért vált feszültebbé a helyzet, az eddigi feszültségeket tetőzendő, mert Haftar tábornok bejelentett, hogy mostantól ő irányítja az országot. Ugye az Európai Unió hivatalosan a Tripoli egység kormányt támogatja. A Libe bizottság most azt mondja, hogy ebben a helyzetben az Európai Unió ki kellene menekíteni onnan a migránsok egy részét, akik különösen nagy veszélyben vannak. Ez kicsit ellentmondásosnak hangzik ez az aggodalom, annak tekintetében, hogy vannak olyan Európai Uniós tagállamok, vagy van olyan Európai Uniós tagállam, aki például Haftar tábornokot támogatja, például fegyverekkel. A libiai helyzet nagyon nehezen áttekinthető és értékelhető helyzet. Eddig is körülményes volt a megítélés annak, hogy Líbiába az odaérkező, a Fekete-Afrikából odaérkező nagy tömegű illegális bevándorló jelölt, az hogyan tud útba indulni, és addig mi történik vele. Eddig is arról szóltak a civil szervezetek, a különféle soros szervezeteknek a híradásai, hogy tarthatatlan állapot, kibírhatatlan és borzalmas. Líbiába ezzel együtt azért nagy számba érkeztek továbbra is Líbiába illegális bevándorolni szándékozók, és onnan egy kiterjedt embercsempész szervezetek, hogy mondjam, irányításával, csónakokkal indultak útba, és az európai civil szervezetek, szintén a Soros György által finanszírozott szervezetek pedig gyakran a libiai parti vizeken vették fel őket. A mostani helyzet megítélése ez kiszámíthatatlan. Ha és amennyiben valóban a Haftar tábornok ott a hatalmat egyedül képes lesz megragadni, és mondjuk lezárulna a polgárháborús helyzet, ami most már évek óta tart, az is egy új helyzet lenne. Ha folytatódnak arcok, az is egy másik helyzet, azt azonban semmiképpen nem gondolnám, hogy valami fajta az előbbi a beszélgetésünk elején már általam említett humanitárius folyosóval tömegeket kellene behozni Afrikából Európába, és különösen nem gondolnám, hogy az lenne a jó megoldás, hogy ezeket 2015 óta a liberális erők által messze menően szorgalmazott módon szétosztanák az Európai Unió tagállamai között. Ezt tekintve a szolidaritás alapértékének, ez szerintem politikailag téves megközelítés, és azt sem gondolom, hogy az európai emberek, az európai lakosság többsége ezt támogatná. Bakondi Györgynek köszönjük szépen. Én is köszönöm.